könyvekről már beszélgettünk, játékokról beszélgettünk, úgyhogy nem maradt hátra más, mint a mese. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm ez alkalomból Szabó Anna mesemondót a stúdióban. Szervusz! Szervusz, Kata! Adventi mesét hoztál a kedves nézőknek így a hétfői délelőtt lezárásaként, de azért elengedhetetlen a kérdés, hogy te hogyan készülsz karácsonyra, mit jelent számodra ez az adventi várakozás, ez az időszak? Mindig mást, és pedig mindig ugyanazt, a várakozást, de most valahogy egy kicsit ez a várakozás más talán, mint eddig, cselekvő várakozás, tehát azt igyekszem minél többet, lehetőleg minél többet hozzáadni ahhoz az ünnephez, amire készülünk, amit várunk, tehát a várakozás, próbálom a várakozás cselekvővé tenni. Én is olvasok esténként egy adventi mesekönyvet, amiben a világ minden tájáról vannak ezzel, erről a témáról mesék, így a magyar népmesétől elkezdve az orosz népmesén, a cigány, az északi. Te ma mit hoztál nekünk így a délelőttben? Én is egy népmesét hoztam, hát az eredete vitatott sokfelé, majdnem ugyanúgy megtalálható ez a mese. Hát fogadják szeretettel, aztán ki döntse el, hogy hol volt ennek a gyökere. Hallgassuk akkor ezt a mesét. Volt egyszer egy időben egy király. Hát ez a király, ez... csak olyan lehetett, mint a királyok úgy általában véve, minden esetre hatalmas. Jó, ha lehet, akkor egy kicsit annál is hatalmasabb. Hát olyan időtöltött is volt, s gyermeke nem volt egy se. De viszont volt leánkája egyszer. No hát, ha volt leánka, az is jó. Mert abban volt a király, hogy ezt az ő egyszem kincsit, ezt a leánkát csak úgy kitanítsa a hódítás, uralkodás mesterségeire. Úgyhogy hitte a tűzmestert, s meghagyogatta neki, hogy oda a gyakorlótérre eregeljenek se kis ügyesen, minden tanítson be neki, hogy kell az ágyukkal bánni, fegyvert, kardot forgatni, katonákat maséroztatni. Hát igen, de a tűzmester tiszta potyára jártatta a száját, mert a leánka csak nezett kifelé a palota ablakon, a fák hegyin nestul, s még azon nestul olyan messze, ahol még a messze is messze volt. Hát így telegetett az üdő, mit telegetett, de a király igen mérgesen felfutta magát, hogy hát ebből hogy lesz itt tudomány, hadi tudomány. Minden esetre, hogy egyik szavamot a másikba ütsem, ott a palota ablakból, ha az ember igyenest kinezett, pontosan realátott egy gyakorló térre. S hát a király, ahogy máskor is szokott kinezegetni, s amit ő ott meglátta, a szíve megtelt örömvel, hogy a katonák mind jobbra ács, balra ács, előre indulj, ahogy ott a gyakorlótéren feltalálták magukat. Ha mondom, egy reggel is, hogy kinez, no, ő hamar mind a két szemét egybe úgy beunta, hogy nehogy megtalálja látni azt, amit nem is akart látni. Mert mit csinált, mit nem, s ki volt a gyakorlótéren? Sút semmi nyoma nem volt a kopárságnak. Ott, ami fű, fa, virág, bokor, mind megtalálható volt. Tulipántok kedves sorakozással, búzavirág, papsajt is volt, s még bogáncs is. Hívja a tűzmestert nagy mérgesen, hogy hát ugyan valóst, ezt kikövette el. Hát ez biza a király leánka. Noha ő, akkor küldjed se hamar elején be. Jö a leánka nagy örömvel, hát édesapám, látta én, mi van odaki? Megkérdett, te, ne is mondjam. Vett tudomásul,
hogy én belőled hadvezért akartam csinálni, világuralkodót, s te így csúfot üztél belőlem ország világ előtt. Megfüvesíted a gyakorló teret. Na most már nem vagy többet az én leányom. Menj szemed világába, hol találsz magadnak dolgot, eltakarodsz a palotából, de még az országból is. Hé, mit csinálj, ha nincs, amit csinálj? A leánka vette az általvetőt, egyik felébe ügyesen bégyúrta az engedelmességet, a másik felit megtöltötte haladatba való lelkesedéssel, s ügyesen a kicsi lábocskáit egyiket a másik elé igazgatta, hogy meg tudjon indulni, mert ha nem, csak mohosodik egy helyt. Evel a király, hogy már keves idő után a leánkát senki nem látta sút, hadat üzent elébb az északi szomszédnak, osztá a délinek, és azután a más két maradék égtájbeli országnak. Hogy ő megtámadja, katonákot kivezényelte a gyakorló térre, ott a füvet, fát, bokrot, virágot, mindent úgy kitapottak, de a port úgy felverték, hogy a szomszédország béliek azt mondták, ha nem egy ebből támadás lesz. Úgyhogy ügyesen azok eszefogtak, és mikor annak az ideje volt, nem támadás lett, hanem a király serege közt ezek új szerte pallottak, szégyen szemre, alig maradt vaj egyes, aki a talpán meg tudott maradni. No, ez így esett, a királynak a gazdagságja megkezdett romlani, az igen romlani, de fogyogatni, és akkora hadisarcot kellett fizesse. Hely, de lett ott szegénység, reménytelenség, nagy bánat, omlajába volt az egész ország. S a király erős búsult. Mit csinálj, azt mondja, az egyetlen kicsi kincsemet, a leánkámot elkergettem. Ha mi lesz így? Én ki tudja, meddig vagyok itt, s nincs, aki utánom maradjon. Nem illett az egész hatalmas birodalmamból. Egyet gondolt, s a madarakot magához hitta. A fecskét, a baglyot, a hollót, s a kerecsen solymot. A fecskét elküldte délnek, a baglyot északnak, a hollót nyugatnak, s a solymot keletnek. Meghagyogatta nekik, hogy addig menjenek, amíg valahol a leánkáját meglássák. Na, ezek meg is indultak. A király fel a leánka szobájába. Hát ott keserget, mit keserget, hanem egy nap. Az egen megjelenik a sólyom, ügyesen, lassú szárnyőtögetésekkel, s alatta a porba bandukol egy színes, fótos, köppenyűen, dupla szárnyú, köppenyes valaki. Egyik kezibe asztal, másikba hegedű. De hogy ez ki volna, vándormuzsikus-e, kérdik a gyermekek. A garabonciás lehet, mondják az üdötöltöttebbek, hanem a király mikor meglássa. Hát az a grádicsokot minnyá hármassával szedi le, úgy megfutam oda, s átol a gyakorló téren. S ezek egymás mikor megkapták ketten, ölelték, de csókolták, de el nem eresztették, úgy megőrventek. Édesapám, édes leányom, így ne valahogy körülbelül. Hát ilyen helyzetben, hogy ez lenni szokott, visszatarthatatlan, kétségtelen. Hát így ölelkeznek, azt mondja a leán, hogy édesapám, hogy jövék elé felé, mindenütt csak a romlás látom, hát omlajába az egész birodalom. Hát így nem lehet, nezzesz-e meg, mit tud ez az asztal. Ahol az asztalnak valamit oda suttint, hát azon egy micre, egy pillantás alatt se, termett minden jóság, finomság, bőséggel, de annyi, hogy aval mindenki eltűthette magát. Aztán csak lekandarította magáról a köppenyit fel az égre, a fótok mind szanaszerte szálltak. S melyik fót hova leesett, all lett belőle. Hova sárga fót esett, ott búzamező lett. Hova kék fót, ott csillogós vízű halastó. Hova barna, ott szántófőd. Hova zöld, ott erdő. S így, no.
hova piros, ott cserepes fedelő háztetők, házikók. Hoztál ugye vel, és megvolt, azt mondja, édesapám, valahogy ebbe az építkezésbe is valami haladatot készerejzünk. Elé a hegedűt, azokat a kicsi ujjait úgy meg kezdte kergetni, futtatni, kapkodni a hurekons, még a vonótes, lett ott olyan kedva, milyen már rég az ideje, hogy nem volt. Aztán így ebbe a megélemedett kedvbe, örömbe, bőségbe, gazdagságba megindult a haladat is, s a sóvárgás is megkapta a maga párját. Hát így volt, lett öröm, s az emberek néha még jobban is becsülték volna azt is, ami lett, nem csak azt, ami volt. Nagyon szépen köszönjük, Anna, ezt a mesét, és első témánk is a délelőttben az örömről szólt, és valahogy ezzel ért véget az örömről szóló mesével. Hát én ilyen örömteli karácsonyt kívánok nektek, és adventi készületet. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Áldott ünnepet kívánok én is.